Na család, Csubi Csőtészt, a Csokolár és Traktorkerék. Sziasztok gyerekek, üdv a csatornán, képen jelentkezik a következő új lakrészsel. És mit kellene csinálunk ebben a részben? Rengeteg dolgot kellene csinálni. Raktam be egy autó kombány módot, remélem, hogy működik. Nem próbáltam ki, ha nem működik, akkor mi fogunk aratni. Pénzt kellene termelni azért, hogy ezt a gyönyörű helikoptert tudjuk használni. Mielőtt tudnánk használni, ugye meg kellene javítani, mert ugye nem tudunk beülni. Hogyha ide jövök, akkor látjátok, hogy itt nincs beszállás. Szóval ez nem kamú, tényleg nem tudok beszállni. Mivel ugye lezuhant és tönkre ment, és emiatt jó lenne, hogyha valamit kezdenénk vele. Úgy, tényleg megpróbálok oda valamennyire. Jó, gyerekek, valamennyire betolatni. Hogy ez nekem jó legyen, várjátok így. Ugye tényleg hogy a TMK műhelybe tudják javítani, nem tudják kívül javítani a dolgokat, szóval nem úgy működik. Ja, és küldtetek műhelykocsit, tudom. Ó, igen, köszönöm szépen a műhelykocsit, nagyon szuper lesz, meg minden. De egyelőre most nem akarok berakni modokat, mert egy például pénzem sincs rá, és nem lenne reális, hogyha pénz nélkül próbálnám a műhelykocsikat. Na várjál, megnézem. Hát eddig nem tudnak kijönni a TMK-ban. Megnézzük, gyerekek, ne szórakozzatok. Ó, még mindig nem, mert ugye akkor kiírnák, hogy mennyibe jart, mennyi a pénz, hogy hány sörért tudják megjavítani. De ezt még sajnos nem tapasztaljuk. Na, most már biztos, baze. Ó, majd átugrunk itt. Öj, akkor öreg csodjai várt, bármi van itt. Ó, ho. 15.600 va kerül javítás, ahogy nézem. És akkor mindenképpen is indítjuk és javítják, ugye folyamatosan fogy a pénzük, viszont akkor rá kellene menni egy kicsit a pénzkeresésre, meg rengeteg dologra rá kéne menni. Bocs, hogy ugrattam, de most... Aha, várjál, hogy van itt a izé? Hogy kell itt? Aha, itt vannak a izék, gyerekek, be tudod állítani. Jobbra, balra, körbe, ilyesmi. Aha, ez mi? Várjál, unload mode driving közben, munkaerő felvétel, oké. Stage air. Ez mi az? Tour mode. Fordulás mode. Oda-vissza. Turn mode. Ez mi? Ha már ez bemérne is, aha. Jó, az gyerekek, jó lesz. Elvileg. Ugye kellett egy autókombány mód, mert nem akarok itt folyamatosan én adatni. Meg kipróbáljuk. Nézzük, ezt bekapcsolom, megy is. Jó. Megnézzük gyerekek, hogy ez még mit művel. Ennyi volt. Marja? Akkor az ötössel ugye ki tudom kapcsolni ezt a nézetet, aha. Na, kíváncsi vagyok, ilyenkor... folyamatosan. És mennyire ügyes? Ugye az Auto Combine Defense 15 rettenetesen jó. Amúgy meg mindenhol marha jó lenne, mert ugye... nagyon ügyesen tud aratni. Leköveti gyakorlatilag a táblának a szélét, körbe-körbe ezt le fogja aratni. Teljes sebesség, teljesen jó lesz. Viszont nekem kellene hoznom ide egy traktort, hogy ürítsük. Na, kíváncsi vagyok, hogy itt mi, hogy fogja megoldani. Álljál meg, mit csinál? Visszatolod? Na, mit fog csinálni, hogy fogja? Hé! Hey! Jó. Baromi jól megvan csinálva, imádom ezt az autókombájmód a gyerekek. Nagyon jó, oké, akkor hát mindenképp kéne hoznunk egy pótkocsit. Jó, itt ugye szerelgetnek. Hopp, már be tudtam szállni helikopterbe, láttátok? Rá tudtuk tabolni, de még nem. Javítsák meg rendeset. És megjavítják 100%-ra, utána akkor majd foglalkozhatunk vele. Addig is marassunk, és legyen pénzünk bőven. Csilóba fogom hordani egyelőre terményt. Nem tudom, hol a pótkocsim, srácok. Ki emlékszik arra, hogy hol a pótkocsim? Ez jó nem tudni. Ez mi? Itt van a pótkocsim. Jaj, ott hagytuk ugye. Jó van, gyerekek. És megint itt vagyunk az MTZ-be. Jaj, nagyszerű gyerekek, nagyon jó. Igen, a darut azt majd fogjuk használni, ugye jó ilyen különböző mentési műveletekre. Biztos vagyok benne, hogy még elő fog fordulni, hogy valami történik a traktorokkal, ilyesmi, akkor
Ízét akarok berakni, mert ezt az UTV-t emlékeztek arra a gyönyörű UTV-re? Igen. Az mindenképp kellene, mert... Jaj, és Rábas Tiger se ártana ugye a gazdaságban, mert miért nem? Egy pénzgyűjtési lesz, most ugye eléggé lecsapan a pénzünk. A javítása a helikopterek, úgy látom nem volt nagy baja. Javítása a helikopternek az nem 2 forint lesz. És ki fogjuk próbálni mindenképp ebbe a részbe, de először végezzünk azokkal a földekkel. És aratás, igen, az aratással végzünk, utána meg kellene csinálnunk ugye az összeszántást. Ja, és ezen van szem. Ezen van szem. És kiveszi legjobban? Mire emlékeztek? Ja, egyébként kérdeztétek a forgalmat. Ugye van a játékból, bármint ezen a mapon forgalom, meg van csinálva csak modern autókkal is, rettenetesen buták még 15-ben, meg amúgy az összes farming szimulátorban rettenetesen buták a mesterséges intelligencia, és ezt azért nem akartam. Viszont meg kellene nézni, hogy hol veszik legjobban. Mert itt bajok lesznek. Hol van ez a statisztika, hogy ez a... A búzát azt mondja, hogy Kovács József veszi jól. Kovács József az meg, merre van? Kovács József az azt hiszem fölfele van, várjál? Kovács József az itt van valahol. Itt van valahol? De jó csajok van nekik, hogy rohagyjatok el. Azt hiszem itt van Kovács József. Mindjárt ki is írja. Mit vesz? Búzát, kukoricát vennék. Búzát és kukoricát vesz Kovács József. Azt hiszem itt szívtam ezzel, hogy itt nem tudok megfordulni egy évbe, ugye? Nagyon ügyén van elrendezve a virágládák szarhelyen vannak. Viszont mik ezek a izék, ezek köztéri virágládák gyerekek? Várjatok egy izét nélkül, mert... Kirakodás jó itt már, jó majd jó a kirakodást. Ja, keresünk pénzt, annyi 7000-ünk, mert nem akarok nagyon idő legatyásodni. Azt nézem ezen, hogy át tudnék menni. Hát ez a portkocsi, ha nem akartam, akkor át tudnék. Épp hogy férjen az eleje. Ah, és akkor így meg tudok fordulni. Jó van gyerekek, akkor megoldódott a nagy problém. Kovács Józsibá, meghoztam a búzát. Veressük, és belső rédep, hogy tetszik nagyon ez. Nagyon... Miért tetszik nekem a Farming Simulator 15 csapat? Valaki, most komolyan, hogy te is így... Jaj, de merre kellett volna jönni. Azt akartam mondani, hogy ha meg tudod fogalmazni ezt, te is, mit tudom én, így érzel, és tényleg, mind amikor én ezt mondom, akkor aha, bólogasz, csak ugye lusta vagy leírni a kommenteket. Írd már le, hogy szerinted miért? Miért van ez? Mi jobb? Mi néz ki jobban ezen? Jobban néz ki ez? Én látom annak, hogy ez itt valahogy reálisabb, mint az a csili-vili ló kutya fasza? Bocs. Olyan beszéltem. Talán mert ilyen tiszta minden, meg... Hú gyerekek, tudjátok mi lesz még rettenetesen érdekes ezen a mapon? Az, hogy korom sötét fog lenni éjszaka. Igen. Úgyhogy korom sötét. Aj, nagyon fog tetszeni. Kíváncsi vagyok a kombájnunk, az hogy áll. Nézzétek azt a darut milyen magas, ott van ott elő. A legmagasabb tereptárgy az egész játékból, basszus. Ha még egy modifikációt bele fogok rakni egy scriptet, ami segíti a játékmechanikát, ugye, hogy mutatja, hogy a combine például milyen telítettsége van, meg a gépek ugye egy kilistázza oldalt, hogy milyen telítettsége van. Nem emlékszem a nevére, hogyha esetleg valaki nagyon vágja és megírná. Örülnék. Viszont egy kisebb ekét jó lett volna beszervezni, mivel nem szeretem a függesztett ekéket, úgyhogy itt majd egy kicsit újra gondoljuk a dolgokat, srácok. Jobban vagy teljesen függesztett dolgokat szeretem, nem a félig. Ez az egy rémálom, amit vettünk. És ezt lehet, hogy el fogjuk adni. És hozunk egy függesztettet, még ha újabb is akkor is. A kombájnunk úgy látom küzd, megnézzük, hogy mégis mi történik vele. Ó, hát nagyon jól működik. Imádom, nagyon tetszik. Ez az autokombájn mód, ez rettenetesen jó. Ha megcsinálták a izénket. Nagyon sok pénzünk elfogyott. De várjál, hogy a francba fogyott el egy pénzünk? Nem 25 000-re tírtak valamit? Elnéztem valamit? Ez a kombájn, ez böszme jól csinálja a dolgokat. Hát mellé is állt, azt be van kapcsolva, hogy át. Perfekt, gyerekek. Aha. Ja, menet közbeürítés be van kapcsolva, csak ott most tudatnél kell. Jó, majd akkor majd.
Nagyon jó, azt az autókon majd most mindenképp használjátok, ha úgy van, mert különben megvadultok, ugye? Mert különben csak hosszába arra figyelni. Várjál, ugye early állok, nem csak fönnforgások vannak. Jó, majd lehet, hogy így meg is állítva. Hő, mit csinálsz? El is fogyott? Mit volt benne? Jó. Csináld akkor tovább, ügyes vagy, jól van. Jól van gyerekek. A kukoricát ugye be kéne silózni, majd arra is kell majd költenem. Viszont nézzük már meg az ekéket, nem tudom, hogy egyáltalán van-e olyan, ami nekem jó lesz. Fáni modoltak között van, nem biztos ám, hogy raktam be. Ekék. Hát ezek vannak, ezek a rémálmok, ezeket rettenetesen utálom. Egyébnél mi van? Traktoroknál? Tudunk cserélni. Tudunk menni majd másikat. Itt az rávastelget, de ugye ezeknek az árait én fel fogom emelni. Nem ennyiért fogunk venni. Mentünk egyet, ha már egyszer. És ki fogjuk próbálni mindenképp helikopter, de hogyha használhatjuk. Szóval rengeteg dolgunk lenne. Egy vetőt kéne venni. Azon filózok, hogy vetőt jó lenne venni. Meg egy ekét. Mennyibe fáj nekünk egy eke, gyerekek? Normális, akkor egy kicsivel kell. Melyik a legkisebb eke? Hol vannak az ekék? Ez a legkisebb eke? Hát ez soha nem viszi el semmi. Egy, kettő, hát négy eke fej. Nem fordít. Jó, hát ezt akkor máskor fogjuk megoldani. Modolt eke kell majd. Jó. Vagy pedig megoldjuk azzal? Megoldhatjuk azzal is igazából. Ezzel a géppel megoldhatnám. Nem a kirovetsző, hanem ezzel. Ez az egybe ezt a szántást nekem valahogy. Jaj, a kukoricát is le kéne egy durratani hozzá. Még a másik felé. Amíg a kombány aratja a különböző földeket, addig is megpróbálom megcsinálni. Mert nem szeretem, nem bírom elviselni, hogy itt van ez a megoldja. Azért nem szeretem például félig függesztett cuccokat, mert egyszerűen rettenetesen rossz lesz átteri. Nagyon rossz vele tolatni például. Na ugye azt beszéltük, hogy akkor itt ezt kialakítjuk majd egy öntetűvel ezt a földet. Ezt is, meg azt is. Tudom, hogy melyik volt kéne kezdeni. És ugye azt csinálom, hogy akkor fűvel bevetem. Akkor az jó lesz nekünk. Hát igen, az a baj, a kukorica is itt izé szarul van. Szar, mert a kukorica is itt van. Na ugye ott így végig kellene ugye húznom. Nem jó helyen van a kukorica, gyerekek, bele kell pörgetnünk majd az időbe. Bár mondjuk azt is megtehetném, hogy csak összeszártam őket. Nem lenne problém. A gyerekek, nem szártam ki a kukoricát, letaposás mód benne van, úgyhogy valamilyen szinten óvatosnak kell menni. Hát de ezzel az ekével megbordulsz, nem tudod a végén normálisan ugye. Itt egy kétfejes eke kell, úgyhogy ezt az ekét gyerekekért ezt elviszem, de ez nekünk nem lesz jó. Inkább akasszuk ide, bedobjuk a susnyájba, nem tudom mi legyen vele. Nézzük be időt. Majd, hát még biztos, hogy még kell neki. Igen, itt sok mindent kellene csinálni. Rengeteg dolgot. Viszont a kukoricának viszont vehetnénk valamit. Mennyibe kerülnek a kukoricás dolgok? Ne kukoricázzunk. Ugye a kukoricával mindenképp kell előbb-utóbb csinálni valamit, szóval azt nem fogom tudni elodázni. Betakarító gépek. És a kukoricához ugye ez kell lenne nekem. 4500-ba kerül. Nem ez kell. Nem, ez kell. Jó, ez kell. Leszünk egy ilyen forsütet. És akkor silózni fogunk, mint az atom, az mindenképp kell. Aratóeszközök. És ugye ez a kukoricáé. Ez meg ugye a kasza. Igen, ez a kukoricáé. Hát ez... Ez a full retro, gyerekek, ez a full retro. A gyerekek, a full retro. Ez nagyon beteg.
Csak ugye ehhez kell nekünk egy pótkocsi is, és 2700-on van. Mert ugye ez az lenne jó, hogyha saját maga húzna egy pótkocsit külön, mert ugye mindig mellette kell majd mennünk, ami nem lesz nekünk nagy biznisz. Főleg, hogyha autokombájnal fogja veretni. És miért nem akarja fölvenni? Jó. Hát igen, ez így néz ki, gyere. Most látszak, jó lesz ez nekünk. Igen, egy pótkocsit kellene venni, megnézem mennyibe fájnak a pótkocsik, de szerintem itt pajok lesznek ebből. Jó, odóta billenőkocsik. Aha. Nem olyan rossz. Silós pótkocsi. Még olyan szerencse, hogy izé... Szűrjön, hogy szénát szalmát gyűjt megtönhető szecskával is. Hát igazából ez nekem jó is lenne. 2750-2772-ben már most gatyásodtuk le teljesen, gyerekek. Jó van, gyerekek, ez elvileg bele fogja ebbe veretni, úgyhogy ez nekünk jó lesz. De jó régi retro, több pótkocsi ez, srácok. Menjünk haza vele, jó? Kellemes. És akkor ezzel úgy le fogjuk vágni. De azt nem értem, most ezt halál komolyan azt nem értem, hogy... Én úgy emlékszem, hogy... A kukoricát full teljesen, nem, teljesen, valószínűleg teljesen, de nem full teljesen érett állapotba szokták darálni le, ugye a szecskának. Mert most a valóságban, én úgy emlékszem, hogy valamilyen szinten zöld kukoricát szoktak, nem azt a sócsárgát. Biztos vagyok be, hogy nem fogja engedni. Nem, hogy megpróbáljuk. Nem jön, hogy ez frankon működik. Nyújtott lávak, hogy jobb, hogy a csávó. Ja, silózni akarok mindenképpen, állattenyésztést meg akarom csinálni, régen nem nagyon nyomtuk az állattenyésztést. Ja, meg kellene egy izé is, basszus. Pénzügyi környelműség, elértük egy achievementet, gyerekek. Minuszba vágottunk. Viszont annyit, hogy igen, állatokat akarok tartani, viszont kellene trágyáznom, és mindent kellene csinálni, srác. Sok munka van a farmon. Ezt a pár földet, amit sorban van, azt el kell rendeznem. Az a legelső. És jó, is kell vennem egy Weimart. Kell vennem egy Weimart is, mivel valamivel szart is kell rakni. Trágyát is. Nem mit trágyázok természetesen, vagyis pét is hozhatunk esetleg, de inkább a normál trágyának a híve vagyok. Ugye ezért a munkásod viszi a pénzt, annyi baj legyen. Bepörgetünk az időbe, elképzelhető egyébként, hogy éjszaka fogjuk művelni a silódást. Nyomok egy időt, megpróbálom, de én van egy olyan érzés, hogy ez nem maradható. Nem, pedig több úgy emlékeztem. Na mindegy. Kikapcsoljuk, és akkor belepörgetünk majd az időben, megnézzük, hogy áll a kombány. Egy kicsit ugye már elkezdek szisztematikusabban dolgozni, szóval ilyen tabolás meg ilyenek előfordulhatnak. Hát ez szépen, teljesen szépen csinálja. Nyeresen gondolkodok, hogy belepörgetek az időbe. Kiürített, és még mindig csak 38%-ot tart, egy darab földünk még itt van. Én azt is majd le fogja rakni a kombány nocskánk. Nekiállok befőrgetni az időbe, srácok. Hogy beérjen a kukorica. Neki tudjunk állni. Hát, hogyha éjszaka kell araknunk azt, az ugye nagyon mókás, aztán koromsötét lesz. És ez halál komolyan mondom, hogy teljesen koromsötét lesz. Jó, a munkásunk dolgozik. Ha a kukoricát learattuk, akkor mindenképp az kell, hogy
Arra vagyok kíváncsi, hogy izé a bálázást ezt nem csinálja meg az autókon majd, de valószínűleg nem. Autóbálázás az nincsen. Viszont egy rendsodró is kell. Kellene egy rendsodró is, az is tetszene. Alig várjátok, helikopterre veressük egyet, ugye? Hát én is. Mindjárt meg lesz, nyugi. Meg fogjuk tölteni, fel fogjuk tölteni, és akkor megnézzük a földjeinket madártáblatból kicsit. Hát itt egy kicsit kapott a izé, ugye itt húztuk át a kirovecet. Nagyon tetszik. Tetszik az egész rendszer itt. Valószínű kukoricával fogom beültetni, vagy bevetni ezt az egészet. Oda nézzetek. Oda nézzetek. Ez most ilyenkor már. Ilyenkor már betakarításra kész, az az érdekes, hogy itt még növekszik a tír. Ez a része. Látjátok, hogy itt például zöldes, nem? Még mindig úgy. Nem ugyanolyan. Mint ez, mint egáz. Tehát hamar beérik. Nem olyan működni fog ez a pótkocsi is minden. Na, be van. Hát itt a legszélén ér egy kis üzét még növekszik, de nem tudom, hogy miért. Hát... franc tudja. Jó, oké. Leállítom az időt, ezt nekiállunk ezzel, de mindenképp most nem gépi munkással, mert a roppant kíváncsi vagyok, hogy ezt hogy fog működni. Na, itt üzének írja. Még a... nem írja, hogy... Hé! Hey! Ajaj, csak kiegedése. Jó, nem ahogy ez a földre folyatott basszus. Jól működik, nagyon jól működik a kis borsli. Nagyon tetszik, jó. Na itt van egy kis hiba, várjál már. Akkor ezt törgessünk még annyit az időn, mert nehogy már. Itt írja, látjátok, hogy ez egy hiba. Jaj, de óvatosabb, mert ugye nincs letaposás mondva. Itt zöld még az a sarok. Nem sok az az egy sarok. Nagyon tetszik. Még mindig zöld, hogy lehet az? Nem akarok éjszaka aratni. Valami sötét lesz. Úgyis ezekkel az pont itt kell, hogy legyen a... Még odébb válok vele. Amikor közel vannak egymás gép, egy-egy gép a másikhoz, akkor mindenképp úgy akarok, hogy... úgy megyek át. Jaj, nem férek el. Jó. Még mindig zöld, gyerekek, és éjszaka lesz, basszus. Most állítsuk meg az időt, mert baj lesz. Jó. Így is fél homályba fogok aratni. Na, nehogy sérüljük. Oh! Sérüljük. 1%, látjátok? Oh. Trailerem ugye lángatlan egy keresztbe, és mehet, hogy megfizél neki nyomódosban. Áh, gyerekek, várjál már. Fel kell emelnem, mert itt beletűz a földbe, nagyon alacsony. Ha meg is sérült, a rossz se vegye meg, gyerekek. Megsérült. Most még mindig zöld, ott rohadt meg, gyerekek. Majd leízzél be, szárva vagy akármincs, de éjszaka nem akarok szórakozni. Kombány még dolgozik, ugye jó? Kiürítjük, azt rakjuk át a következő földre. Jó kis pont, jó ez. Jó autókombány mód itt is használható lenne. Vagyunk erre, és akkor ez is meg lesz. Ja, hát először ilyen csíkokat, jó, tök jól néz ki a mávosban, hát nagyon jó. Hé! Hey! Mégiscsak le lehet a zöldet is? Ó, mégiscsak le lehet, akkor nem kell full izé.
Jó, akkor jól sejtettem. Fú, biztos írtátok már. Nézd, láttatok, a zöldet is ledarálta. Akkor tényleg úgy van, ahogy gondoltam, hogy nem kell full beérnie. Ez tök jó. A Volt kocsi már 29%-on van, úgyhogy jól adja ez. Tök jó. Nagyon jó, az MTZ-et fogok mordani, ugye? Á, viszont a kombányom szerintem lassan végez. Elnéztem a rajzot. Jó, ott rohadt meg az a pászlal. Tudj mindjárt le is kikrofni. Kisüppbe kell fordulni, hogy bajok vartnak ettől a... Ez a földes út, ez zúzza szét a verdát. És javítani kell folyamatosan a gépeket, gyerekek izé út. Karbantartást kell végezni. Vannak problémák. Ott a bálázó, ott a bálahordó, egy izét mindenképp, egy rencsodrót akarok, és akkor egy sokkal kisebb rendekbe vágjuk, rakjuk majd a szalmát, és akkor hamar össze lehet rakni. Nem akarok itt cikázni 200 órán keresztül, hanem akkor tényleg összerencsodrózom, és akkor fel lehet szedni hamar. 42%-a secska, nagyon jó. A kultiválást azt úgy kellene csinálnunk majd, hogyha összeszántottuk a földeket. Most biztos mondjátok, hát minek szántod össze a földeket, meg mit tudom én. Hát azért gyerekek, mert tényleg azt akarom, hogy minél könnyebb legyen a munka, és valószínűleg, hogy egy TS-be, hogyha az emberek nekiállnának foglalkozni ennel, mármint, hogy reformálják a melót, akkor biztos az lenne, hogy igen, megpróbálnánk azt, hogy minél könnyebb legyen megművelni a földeket, és ezt a három földet például, vagy négy, gyakorlatilag négy föld van itt egymás, mert ezt a négy földet, ezt kell csinálni valamit, tehát ez szörnyű, ahogy itt ez kinéz. Szuper. 52% azon gondolkozok, hát nem fog beleférni egy pótkocsiba, nincsen semmi probléma vele. Milyen pici kis gép, nem srácok? Tülke minden. Tetszik. Szépen itt. Az olyan tipikus, nem is tudom, olyan dabas részre emlékeztet. Ezt mondom, lehet láttátok. Az autokombájt meg kell nézni. Meg áll, nem, még mindig arat, úgyhogy valami van lesz ott. Ezt biztos bele fog férni, úgyhogy ha végez az aratással, akkor elég lesz majd oda menni. Ott van 2%, telik ez szépen. Hátra visszük MTZ-be, oda borítjuk, ugye a Booker Silo itt van a telepen, minden. Aj, nagyon jó, tetszik ez a hely. Itt otthon vagyunk, gyerekek, főleg itt még a izé környékén. Mi az? Itt még a... Ha, még mindig nem végzett, még mindig arra. Főleg itt a telep környéket tényleg ott érzem maga. És azt tudjátok, hogy ugye benne van ebbe a... Ja, hogy többen kérdeztétek, hogy ezt a sérülést mondott, ezt onnan töltöttem le, ez azon a mapon van benne. És még ráadásul ezen a mapon olyat is tudsz csinálni, hogy... Egy az, hogy korom sötét van éjszaka. Nagyon meg szeretnétek nézni, ugye gondolom, hogy milyen az a sötét éjszaka, korom sötét. Pörgessek bele az időbe, meg akarjátok nézni? Arassunk inkább a következő föld. Na itt csinálom egy darabig, azt végez a kombájn, akkor a következő földet korom sötétbe leadjuk, jó? És akkor megmutatom, és a telepen fel tudjátok kapcsolni, képzeljétek a lámpát, a lámpákat, külső világítást, és ha nem kapcsolod fel, korom sötét van, mint a valóságban. És így meg fogjuk azt nézni. Jaj, és megint izé letűzött a... Az a baj, hogy itt olyan hebeugrás talán, hogy letűzöl. Tudjátok, hogy tudjátok megtanítani a kecskét izénél? Olvasni? Vagy tudod megtanítani? Az öletbe veszed, és hátulról betűzöl neki. Hehehej! Voltam vicc. Micsoda izé, szíjhajtás van az izéken ezen a dolgon. Amelyik ugye beforgatja a kukoricát. Ennél is egyébként fordítom már a jövő, nem? Nem, jó. Jó forog. A kombájnál mondtátok, hogy rosszul forog a
az, ami beviszi a szemet meg a szalát. Na gyerekek, szerintem lassan végez a kombány. Hát még mindig nem végzett. Ne mondjátok, hogy még mindig nem végzett. Jó, ezt a felét ennek a földnek learatom. Ezzel állom, és akkor nézzük azt a kombányt, mert már szerintem nagyon belekeveredett, már mindent csinál, csak azt nem, amit kellene. Meg vigyázni kellene, hogy ne törje össze a gépi munkás, ugye a gépet. Jó, ez a svidót pótkocsi, tetszik. Tetszik! Két céve. Sőt, meg is fog telleni, úgyhogy ezeket el tudom mérni. Bemegyünk a telepre, akkor meg felkapcsoljuk a lámpát. Mint a közvilágítás. Meg ugye a faluba is fel tudod kapcsolni a közvilágítást, mert a faluba is te kapcsolgatod, nem tudom. Egy polgármesterek is vagyunk, úgy látszik. Várjatok egy olyat, hogy felemelem. Ah, jó, nem lehet megemelni a izét a vágóasztalunkat. De valamennyire igen, annyira talán nem érdemel. Á, nézzétek. Meg le is ér. Leír a... Ezen a föld, és utána leír az a vágóasztal. Á, és fel van emelve, komolyan. Hát nem csoda, mondjuk milyen ideig vannak itt ilyen gödrök. Akkor lerakom vissza, tével. Most lehúzom ezt a csíkot. Ah, és végzett a pokmány, jó van. Na, áll. És akkor itt egy csomó mindent kell csinálni. Na, akkor lehet, hogy azt csináljuk, hogy bemegyünk a telepre, és belepörgetünk az időbe, és úgy jövök ki. Ezt be is kell vinni, úgyis ezt a... Jaj, a korabb sötét lesz a srácok, úgyhogy készüljetek! Korabb sötét lesz. Jaj, marhára nem aratja, rájöttem, hanem itt letaposítok. Úgyhogy, de sikerült így rájönnem. Hoppá, de nem ezt akartam lekapcsolni, gyerekek. Földhöz verte a izét, jó, ide félreállok vele. Csak annyit csinálunk, megnézzük, hogy milyen szituáció, és be is pörgetek az időbe. Hadd szóljon, gyerekek. És akkor legyen korom sötét, és felkapcsoljuk majd a telepen a villanyt. Kár, hogy leabban nem lehet letaposni. Megnézzük, milyen szépen megcsinálta. Nézzétek, nem hagyott el semmit, teljesen ilyen koncentrikus. Ott toladgatott egy csomót, ott is toladgatott egy csomót, teljesen jól megcsináltam. És nem nagyon van összetörve, 5% nem tudom, hogy volt-e ennyire összetörve, lehet, hogy pont ennyire nem. Teljesen jó. Na, bepörgetünk az időbe. Elkészüljetek azért a sötétségre, 22 évet a sötétség, mindjárt beindul. Sőt, mindjárt átugrok az után, be is kapcsolom a... Én amikor először ezzel játszottam az amapon és benne ez a mod, nagyon meglepődtem, hogy korom sötét van, na várjatok csak. És így mondjuk az MTZ-t látjuk, hogy... Még ráadásul baros ez a videó is csillagos a világítanak, ugye? 20 óra van, 20 óra 32. Ugye fölövik a pizsomát. Azért így állok, mert hogyha korábbi sötét lesz, az MTZ-t nem találjuk meg, és ezt halál komolyan mondom. Rebbe a játék, vagy... Igen, ja, a zseblámpám az van, persze. Ez a tipikus izé, Farming Simulator 15 betegség, felkapcsolod a zseblámpádat, megokod a izé. Ez micsoda? Repce? Na, kezd sötétedni, srácok. Kezd lemenni a nap. Ó. Na? És van egy ilyen fúj a szél effekt. Na gyerekek? És most mondjátok meg, hát nem ez reális? Itt mi ez a fehér? Nem ez reális? Hát nem ilyen a valóság. Kivész a rétre, az ennyit látsz. Te visztorodj, na valami világít, valami pirosan. Úgy de jól néz ki. Na jó, szálljunk be a gépbe. Na
Jó, hát... Jó, hátsó munkalámpát is bekapcsoltam, lássunk gyerekek. Az nagyon betegül néz ki. Az nagyon betegül néz ki, most nem azért mondom. Fel kell kapcsolnunk a telepen a izét. A világítás, nem látok semmit. Úristen, ez nagyon jó, ez nagyon para. Fel kell kapcsolnunk a világítást a telefon, korom sötétben van az egész. A betyár minden itt, srácok. A betyár mindegy. Várj, lekapcsolok világítást, figyeld. Valami piros fény valahonnan szűrődik, de nagyon beteg, jó. Mi megkeressük a világítást a telepen. Zsab lámpával. Elszálljunk ki. Ja, a fény, a hold világít egy kicsit. Itt valami piros fény van. Majd hol van a világítás, a televilágítás? Valahol itt van. Aha. Nyomtunk egy jót, elvileg bekapcsolt. Most a televilágítás. Aha. Ez egy kicsit okoztja. Igen, látjátok ilyen. Most ugye nem zseblámpázok. Ilyen a televilágítás. Na úgy full nem látsz. Kaptorról is legyen világítás. Mind a kettő. Ja, milyen? Ja. Aha, van. Ja, izé van. Ez. Mind a kettő. Nagyon adja. Jó, most van egy kis világításom azért. Első, hátsó, minden megy, a munkalampák is menjenek, nem látom. Igen, és ilyenkor azért egy arat, akkor tényleg így valóság, vagy ki meg szántani, vagy akármi, mert tényleg annyit látszol, amit kell. Ha, basszus, nem ide kellett volna hozni a búzát. Én nem akarom megtölteni, most mondjuk lehet, hogy itt hagyom, nem. Jó, ott villog a izé, ott volt a piros valami csoda, villog ugye a takarmánykeverő, hogy nem működik. Szítsük be az a... Srácok, nagyon kemény, ez nagyon kemény. Fogalmat sincs, hol vagy. Aztán ez a búzás az aztán a nagy, ugye? Az a repce, a búza az nagy, igen ez. Itt lesz tervileg kirakodás. Ha. Jó van, kicsit sötét van. Meg szerintem, ja. Jó van. Hátul a bunker silóna lehet, hogy világítási. Meg kint a földön, meg főleg nem. Kíváncsi vagyok a telep, hogy fog kirézni. Ez nagyon tetszik. Meg még ráadásul egy eső vagy egy vihar effekt lenne, na az egy adná. Köszönöm, most már a telep az ki van világítva, tök jól néz ki. De hát ott sem minden, nem úgy van, hogy pényárban mind lesz be gazdba. Visszaviszom a pótkocsit, meg ide leakasztam. Majd felszedem. Imádom, nagyon ott van. Ezt a pótkocsit meg megpróbáljuk fölvedni, hát full nem állt semmit. Itt van a gép. Fogom kerülni.
Vagy előre, vagy hátra. Oldalra nem lát semmit, basszus. Halljátok, azt akartam megnézni, kiugrok. Igen, a telep az így ki van világítva. Ilyen kicsi. Ah! Hol a gép? Halljátok! Láthatat, látod itt a valóságban, tök jól a gép. Ah! Meg vagy jóva. Mehetünk. Rendesen parázok, tök jó, nagyon meg van csinálva. Nem 18%-ra le van divincs előre szegény. Ami neki durranthattunk. Megyek hátul, lerakom a bunker silóba. Lehet, hogy el kéne menni aludni, aztán reggel folytatni ezt a munkát. Ez így nagyon parázs, gyerekek. Itt van valahol hátul a bunker siló, de passzis, semmit nem látok. Jó, itt kell lennie. Nem. Itt van, jó. Jaj, de jó, hogy ilyen olyan, amelyiknek van vége, ugye? Hátulja, ezt szeretjük. Jó, most akkor elvég kirakodás, ugye, azt telik ez. Aha, jó, jó is telik. Aha, szóval szépen telik, jó. Nagyon jó, na, gyerekek. Figyeljetek, szerintem elbúcsúzom a helikoptert, kipróbáljuk a következő részben, meg igazából addig nem akarom használni, amíg nem tud, nincs mire. Hú, ez az éjszakai modifikáció, ez megint baromi jó, nagyon tetszik. Ugye távolban rendesen látni, ami ki van világítva. Egyébként a csillagos ég, fuck. Nagyon jó, és a lámpát se világít a végtelenség, csak éppen meddig. Na jó van, srácok, köszönöm szépen a figyelmet. Várlak benneteket a következő részbe, sziasztok!